Üdvözlök mindenkit! Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ebben a videóban egy igazán érzékletes, hangulatos mintakötését szeretném megmutatni nektek. A mintának gyönyörű, változatos összképe van, harmonikus és nyugodt, ugyanakkor mozgalmas és lendületes is egyszerre. Egy rövid vagy hosszú jó nyári felsőnek, pulóvernek igazán ideális választás lehet. Egy olyan szeretett darabnak, amelyben szívesen teszünk egy nyári naplementés sétát, akár egy tengerparton. Miközben gyönyörködünk a színekben és a szél futta homokdűnékben. Ez a mintadarab a szokásos babafonalból készült, azonban rengeteg egyéb lehetőség kínálkozik szép nyári felsők, pulóverek kötésére, ezt a mintát felhasználva. Vastagabb vagy vékonyabb pamutfonalból is igazán remek darabok készülhetnek, de szinte a legtöbb ismert fonalgyártó évről évre kiad színpompás nyári fonalakat, amelyekkel bátran kísérletezzünk. Próbáljuk ki akár egy csillogós lurex pamutfonalból, vagy magasfényű nyári akrilfonalból is. Egy változó vastagságú, színátmenetes pamut bambuszfonalból pedig teljesen más struktúrát és értelmet nyerhet ez a minta. Bármilyen fonalat válasszunk, és mindenképpen érdemes próbadarabot kötni, megmérni mosás előtt és mosás után, hiszen ez a minta is azok közül való, ahol viszonylag jelentős változásra számíthatunk majd. A minta maga rendkívül érdekes, ezeknek a szép, íves vonalaknak a különleges játékát, az egymás fölött elhelyezkedő és egymásnak feszülő, jobbra és balra dőlő fogyasztások adják, amik aztán a ráhajtások következtében szétnyílnak, majd a mintaegység második felében újraindulunk, ezekkel az egy oszlopban lévő fogyasztásokkal, amik aztán újra szétnyílnak majd. A fogyasztások következtében kialakuló mélységek, magasságok hullámzása valóban akár tengerparti homokdűnéket is eszünkbe juttathat, és ezekkel a különleges, mintát formáló azsúrlyukakkal együtt valóban gyönyörű összképet alkotnak. Ez az a kötésrajz, ami alapján haladhatunk majd. A vastag vonalak között látszik a 14 szemből álló ismétlődő mintaegység, előtte is 7 szem, utána is 7. A jelölések a szokásosak, sima szem, fordított, ráhajtás, jobbra dőlő fogyasztás, balra dőlő fogyasztás, ugyanez csak a visszáján, 2 szemet fordítottan összekötünk úgy, hogy jobbra dőljön a színén, 2 szemet fordítottan összekötünk úgy, hogy balra dőljön majd a színén. Érdekes még ez a dupla ráhajtás, amiből az elsőt majd a következő sorban simán, a másodikat pedig fordítottan kötjük. Nagyon fontos még egyszer tehát, hogy a páratlan sorok jelentik majd a kötés visszáját, és a páros sorok a kötés színét. A páratlan sorokban jobbról balra olvassuk a jelek sorrendjét, a páros sorokban pedig balról jobbra olvassuk majd. Nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy jobbra vagy balra dőlő jellege lesz a fogyasztásnak, akár a színén, akár a visszáján járunk majd a kötésnek.
Magasságban 12 sort kötünk, és látszik, hogy egyértelműen két félre oszthatjuk ezt a mintaegységet. A második 6 sorban az első 6-ot ismételjük majd, néhány szemmel eltolva a mintát. A mintaegység tehát 14 szem. Ezen a mintán, ahol 3 mintaegységet kötöttem, ez azt jelenti, hogy 3x14 plusz 7 plusz 7, tehát gyakorlatilag 4x14 szem az, ami a fő mintát adja. A széleken 2x5 szemből álló lustakötéses szegély van, a szélszemeket is beleértve. Összesen tehát 4x14 plusz 10, 66 szem van a tűn. Együtt ennél egy kisebb darabot fogunk kötni, egyetlen mintaegységgel, ami azt jelenti, hogy 14 plusz 7 plusz 7 plusz 2 szélszem, 30 szemmel kötjük majd azt a mintát. Horgoló tűzszem felszedéssel indultam, és mivel a mintát a kötés visszáján kezdjük, kötöttem egy nulladik sima sort azért, hogy a szemfelszedésnek ez a szép láncszemes oldala kerüljön a kötés színére. Másrészt ez a nulladik sor megkönnyíti majd rögtön az első sorban a két-két szem összekötését is. 30 szemet szedek fel tehát horgolótűs kezdéssel. Négy és feles tűvel kötöttem a nagy mintadarabot is, és most ezt a kicsit is négy és felessel kötjük majd. Huszonhét szem van eddig a tűn, 28, 29, és az utolsó 30. szem az lesz, ami már rajta van a horgolótűn, hátra visszük még a fonalat, és a horgolótűről eltesszük az utolsó szemet a kötőtűre. Indulunk a nulladik sima sorral, az első szélszemet mindig simán átemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Szélszem, és végig sima szemeket kötünk. Indulunk az első sorral, ami egyébként majd a kötés visszáján lesz. A páratlan sorokban mindig jobbról balra olvassuk majd a kötésrajzot. Szélszem, egy ráhajtás, 5 fordított szemet kötünk. És két szemet fordítottan összekötünk úgy, hogy ez majd a balra dőlő fogyasztások vonalába illeszkedjen. Ehhez csavartan, hátsó szálból fogom összekötni a két fordított szemet. Hátul tehát balról jobbra szúrunk mindkét szembe, és így kötjük összefordítottan. Ez volt az a 7 szem, ami az ismétlődő mintaegységet előzi meg. Most indulunk az ismétlődő mintaegységgel. Két szemet fordítottan összekötünk úgy, hogy az majd a színén a jobbra dőlő fogyasztások vonalába illeszkedjen. Ehhez rendesen első szálból összekötjük a két szemet fordítottan. 5 fordított szem jön. Majd két ráhajtást teszünk a tűre. 1, 2. Újra 5 fordított. A következő két szemet fordítottan összekötjük úgy, hogy az a színén majd a balra dőlő fogyasztások vonalába illeszkedjen.
ezért csavartan, hátsó szálból, balról jobbra szúrva a tűt mindkét szembe, fordítottan összekötjük a két szemet. Itt ért véget az ismétlődő mintaegység, az ismétlődő mintaegységek után pedig két szemet fordítottan összekötünk, első számból, ez majd a jobbra dőlő fogyasztások vonalába illeszkedik. Ezt követi még öt fordított szem. És egy ráhajtás, valamint a szélszem. A második sor következik, ahol balról jobbra olvassuk majd a jelek sorrendjét. Szélszem, egy sima, egy ráhajtás, négy sima, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Ehhez én első számból összekötöm simán a két szemet. Ez volt az ismétlődő mintaegységek előtt. Indulunk az ismétlődő mintával. A következő két szemet balra dőlve simán összekötjük. Ehhez az elsőt átemelem, úgy szúrok bele, mintha simán kötném. Másodikat simán kötöm, majd az átemelt szemet erre ráhúzom. Négy sima szem következik. Egy ráhajtás. Itt találjuk az előző sor dupla ráhajtását, amiből az elsőt simán kötjük, a másodikat pedig fordítottan. Újabb ráhajtást teszünk a tőre. Négy sima szem következik. A következő két szemet pedig jobbra dőlve simán összekötjük, ehhez én első számból összekötöm a két szemet. Eddig tartott az ismétlődő mintaegység, utána következő két szemet balra dőlve simán összekötjük, elsőt simán átemelem, másodikat simán kötöm, az átemelt szemet erre ráhúzom. Négy sima szem következik. Egy ráhajtás és egy sima szélszem. A harmadik sor következik, jobbról balra olvassuk a jeleket. Szélszem, kettő fordított. Egy ráhajtás, három fordított. A következő két szemet fordítottan összekötjük úgy, hogy az balra dőljön a színén. Ehhez csavartan, hátsó szálból kötöm össze a két szemet. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel. Következő két szemet fordítottan összekötjük első számból, ez majd jobbra dőlő fogyasztást ad a színén. Ezt követi három fordított. Egy ráhajtás, négy fordított. Egy ráhajtás, három fordított. Következő két szemet fordítottan összekötjük, hátsó szálból, így majd balra dől a színén. És ezzel ér véget az ismétlődő mintaegység utána. Két szemet fordítottan összekötünk, hogy majd a színén jobbra dőljön, első szálból tehát. Három fordított. Ráhajtás, kettő fordított. Szélszem. A negyedik sor következik, balról jobbra olvassuk a jeleket. Szélszem, három sima,
Ráhajtás, kettő sima. Két szemet jobbra dőlve simán összekötünk, első számmal összekötöm a két szemet. Most indulunk az ismétlődő mintaegységgel, két szemet simán balra dőlve összekötök elsőt, simán átemelem másodikat, simán kötöm, az átemelt szemet erre ráhúzom. Kettő sima szem következik, egy ráhajtás, majd hat sima. Ráhajtás, kettő sima. Két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. És ezzel ér véget az ismétlődő mintaegység. Utána két szemet balra dőlve simán összekötünk. Kettő sima, ráhajtás, három sima, szélszám. Az ötödik sor következik, jobbról balra olvassuk a jeleket. Szélszem, négy fordított, egy ráhajtás, egy fordított, két szemet fordítottan összekötünk, csavartan, hátsó szálba szórjuk a tűt mindkét szembe. Így kötjük őszket, összefordítottam. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel. Két szemet fordítottan összekötünk első szálból. Egy fordított. Ráhajtás, nyolc fordított. Ráhajtás, egy fordított, két szemet csavart fordítottan összekötünk. És itt ért véget az ismétlődő mintaegység. Utána két szemet első számból fordítottan összekötünk. Egy fordított. Egy ráhajtás, négy fordított. Szélszem. A hatodik sor következik, balról jobbra olvassuk a jelek sorrendjét. Szélszem, öt sima. Egy ráhajtás, a következő két szemet jobbra dőlve simán összekötjük. Most indulunk az ismétlődő mintaegységgel, két szemet balra dőlve simán összekötünk. Egy ráhajtás, tíz sima. Egy ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Itt ért véget az ismétlődő mintaegység. Utána két szemet balra dőlve simán összekötünk. Egy ráhajtás, és még öt sima. Szélszem. A hetedik sor következik, jobbról balra olvassuk a jeleket. Szélszem. Két szemet fordítottan összekötünk első számból, ez jobbra dőlő fogyasztást ad majd a színén. Öt fordított szem következik.
Egy ráhajtás. Most indulunk az ismétlődő mintaegységgel, egy ráhajtással, tehát itt lesz most a dupla ráhajtásunk. 5 fordított szem jön. A következő 2 szemet pedig csavart fordítottan fogjuk összekötni. Hátsó szálból tehát mindkettőbe szórunk, és így kötjük össze fordítottan. A következő 2 szemet is fordítottan kötjük össze. Első szálból jobbra dőlő fogyasztást jelent majd a színén. 5 fordított szem következik. Egy ráhajtás. Itt ért véget az ismétlődő mintaegység, utána ráhajtás, itt a másik dupla ráhajtásunk, tehát 5 fordított. A következő 2 szemet pedig csavart fordítottan kötjük össze, hátsó szálba szórunk mindkét szembe, és így kötjük fordítottan, szélszem. A 8. sor következik, balról jobbra olvassuk a jelek sorrendjét. Szélszem, 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. Négy sima szem következik. Egy ráhajtás, valamint egy sima. Most indulunk az ismétlődő mintaegységgel, a dupla ráhajtásnál vagyunk tehát, aminek a második ráhajtását fordítottan kötjük, ezzel indul az ismétlődő mintaegység. Utána egy ráhajtás következik, 4 sima. Majd 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. 4 sima. Ráhajtás, sima. Itt ér véget az ismétlődő mintaegység, utána a második ráhajtást fordítottan kötjük. Ráhajtás, 4 sima. 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Szélszem. A 9. sor következik, jobbról balra olvassuk a jeleket. 2 szemet fordítottan összekötünk első szálból. 3 fordított. 1 ráhajtás, 2 fordított. Most indulunk az ismétlődő mintaegységgel. 2 fordított. Ráhajtás, 3 fordított. 2 szemet csavart fordítottan összekötünk, hátsó szálból tehát. Következő 2 szemet első szálból kötjük össze fordítottan. 3 fordított. 2 fordított. Itt ér véget az ismétlődő mintaegység, utána 2 fordított. 3 fordított. 2 szemet hátsó szálból fordítottan összekötünk.
szélszem. A tizedik sor következik, balról jobbra olvassuk a jeleket. Szélszem, két szemet balra dőlve simán összekötünk. Kettő sima, ráhajtás, három sima. Most indulunk az ismétlődő mintaegységgel, három sima, ráhajtás, kettő sima, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Két szemet balra dőlve simán összekötünk. Kettő sima. Ráhajtás. Három sima. Itt fejeződött be az ismétlődő mintaegység, utána három sima. Ráhajtás. Kettő sima. Két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Szélszem. A 11. sor következik, jobbról balra olvassuk. Szélszem, két szemet fordítottan összekötünk első szálból. Egy fordított, ráhajtás, négy fordított. Most indulunk az ismétlődő mintaegységgel, négy fordított, egy ráhajtás, egy fordított. Következő két szemet csavart fordítottan összekötjük. A következő két szemet pedig első szálból kötjük összefordítottan. Egy fordított, egy ráhajtás, négy fordított. Ezzel ért véget az ismétlődő mintaegység, utána négy fordított, ráhajtás, fordított, következő két szemet csavart fordítottan összekötjük. Szélszem. A 12. sor következik, balról jobbra olvassuk a jeleket. Szélszem, két szemet balra dőlve simán összekötünk. Egy ráhajtás, öt sima. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel, öt sima, egy ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk, két szemet balra dőlve simán összekötünk. Ráhajtás, öt sima. Itt ért véget az ismétlődő mintaegység, utána öt sima. Ráhajtás, két szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Szélszem. Ezzel a 12 sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban. A továbbiakban ezt ismételjük. Látszik, hogy mennyire szépen alakult a jobbra és balra dőlő fogyasztások vonala, mennyire szépen illeszkednek ebbe a vonalba a fordítottan összekötött szemek, akár az egyenesen, akár a csavartan összekötött szemek.
Együtt tehát egy minta egységet kötöttünk szélességben és egyet magasságban. A nagy minta három minta egység szélességben, és 1, 2, 3, 4, 5, 6 minta egység magasságban. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek.